Végre egy ruházattal kapcsolatos kérdés, vagy mégse végre? Szia Dodor, csak egy kérdésem lesz. Jó sisak tip kéne naked motorra, 100 ezer forintig max. Kösz, ha visszaírsz, zárójel, ne bassza a szememet a húzat. Akkor hagyd le a plexit. Megint csak azt tudom mondani, motoros boltok, besétálsz, fejforma, nem akarom elmondani az összes olyan videót, már olyanok is gyártottak, hogy válasz sisakot videótartalmat, aki még motorcsalátot közelről. Tehát ha nincs fönn 5 milliószor, hogy mi a sisakválasztás alapja, tehát így, hogy 100 000-ig te mit vegyél, honnan tudja, milyen formája a fejed, milyen igényeid vannak, álfelhajtósat akarsz, vagy csak izét ilyen robogós sisakot akarsz, stb. 5 milliárd féle sisak van. Mennyibe? Mindig azt szoktam javasolni. Menjetek be legalább 3 motoros ruházati boltba, akik árulnak, ha szerencsés vagy, akár egynél több márkát is, bukósisakból 2-3-at, 3 motoros boltba föl tudsz próbálni mondjuk 5 bukósisak márkát. És onnantól kezdve annak egy csomó típusát, fölrántasz a fejedre, mit tudom én, 20 darab sisakot, biztos, hogy ki tudod választani a legjobb 5-öt. Majd amikor a legjobb 5-nél azt mondod, hogy na, akkor melyik, milyen szolgáltatása, idézőjel, mit tud a sisak, szellőzők, plexi, adnak-e hozzá pillogbetétet, adnak-e hozzá sötétített plexit, milyen a színe, milyen a formája, stb. Először a méret legyen a fontos, ne az, hogy ez néz ki kurva jól, ennek fasza a formája, meg ez áramvonalas, hanem először meglegyen a jó méret, és abból válogass ki, hogy milyen a dizájn, stb. És onnantól kezdve meg lesz az, hogy most 100 000-ig irány a motorosbolt.